A hétvégén zajlott az őszi Tekerje gyógycélért jótékonysági rendezvény Marosvásárhelyen. A Marosszéki Közösségi Alapítvány eseménye ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett. A héten még lehet támogatni a kiválasztott projekteket. A Tekerje gyógycélért egy kerékpáros adománygyűjtő rendezvény, amely a helyi közösséget szolgáló projektek megvalósításában nyújt segítséget. Az idei évben a szervezők kibővítették a rendezvényt két nagyon érdekes lehetőséggel. Az extrémebb helyek kedvelőinek lehetőségük volt az erdőben kerékpározni, valamint a gyerekek, elkerülve a forgalmat, a főtéren tekerhettek egy-egy jó célért. Az esemény egyik fő célja az volt, hogy adományokat gyűjtsünk arra 16 projektre, amely beiratkozott a versenyre. Eddig több mint 45 ezerlel gyűjtöttünk össze. Több mint 200 támogató volt, és a részvételi díjaknak egy része is ezeket a projekteket támogatja. És még várjuk, tehát, hogy jövő héten még lehet támogatni ezeket a projekteket. Szombat reggel 10 órától tekerhettek a résztvevők, különböző ellenőrző pontokat felkeresve. Vasárnap került sor a Tekerj tombolára, amelynek fődíja egy kerékpár volt. A sorsolás után elcsíptük a boldog nyertest egy interjúra. Esett az eső, és anyukával nem akartunk eljönni, mert hát esett az eső. Végül eljöttünk, és így mikor kihúztak, úgy éreztem, hogy ez most jól látom, hogy engem húztak, és elcsodálkoztam, hogy mikor megláttam, hogy engem húztak ki, akkor fellángoltam, és mondom, hogy úristen, ez én vagyok. Azért jelentkeztem, mert felajánlották a Magocska csoport, mármint az osztályunkkal, hogy induljunk el, és nekem nagyon megtetszett, és elindultunk. Minden alkalom nagyon jól érzek magunkat, általában fiammal jövök, mozgás, és ugyanakkor segítsz valaki. Bár az idő borús volt, a terveknek megfelelően sikerült biciklis felvonulással zárni a rendezvényt.